kiváló etnográfus házaspár Szabó Zoltán népzenész és Juhász Katalin népdalénekes műsorával nyílt meg a Szent István Művelődési Házban Gál János múzeumi főrestaurátor Emlékvagyonunk végtelen című kiállítása. Gál János idén 80 esztendős, amelyből fél évszázadot emlékmentéssel töltött. Múzeumban dolgoztam, ilyen tárgyakkal voltam körülvéve naponta, ezeken dolgoztam, a restaurálás volt a feladatom, tehát megismertem ezeket. Aztán hát mivel utaztam sok helyen Kárpát-medencébe a régi magyar területeken, tehát ott helyszínen láttam ezeket, és ha valami egyszer megfogja az embert, akkor attól szabadulni nem tud. És hát ez maradt. Gál János vésnökként kezdte pályáját, hogy aztán restaurátorként teljesedjen ki a Néprajzi Múzeumban. Mint vallja, a múzeumban töltött emberöltönyi idő a magyar kultúra és a múlt még megmaradt emlékeinek helyreállítása nagyon fontos számára, egy másik tevékenysége pedig a határokon átívelő a nyelvi kultúra sorsközösségként megélt, egységes magyar nemzethez elkötelezetten tartozási jegyében telt. Ma, amikor mindenkinek fájhat valami, egyedül mi vagyunk azok, akiknek nem fájhat semmi. Ha mi nekünk fáj valami, akkor arra mindjárt rátűzik, hogy nem tudom, soviniszta az ember, irredenta, nacionalista, még fasiszta is lehet. Tehát engem ez nagyon idegesít, és ezért csináltam. Gál János még elmondta, fontosnak tartja, hogy minden lehetséges formában őrizzük a múltat, annak jelképeit és értékeit. Ennek egyik módja ezen emlékek bemutatása, és felhívta a figyelmet arra is, hogy léteznek, és a Kárpát-medencében járva még sok helyen személyesen is felfedezhetik ezeket a téma iránt fogékony emberek. A tárlat szeptember 14-ig látogatható a Szent Korona Galériában.